Zenei kavalkát fogadta az egrieket a Magyar Dal ünnepén vasárnap a Dobótéren. Négy együttes adott koncertet, a program összeállítása során az Egri Kulturális és Művészeti Központ a műfaj sokszínűségre törekedett. Az egri zenekarokat a Kabaré Band képviselte, a 2003-ban alakult együttes ma már inkább csak hópiban játszik. Ez pont egy olyan helyszín, tényleg helyet tud adni azoknak a zenekaroknak is, akik mondjuk úgy vannak, mint mi. Tehát nem ebből akarnak élni, nem meg a zenekarok, hanem zenét szerető, zenélni szerető, és talán nem is olyan rosszul csináló emberkék, meg tudnak szólalni a saját kis városukba. Az egri zenekar után többek között karádi feldolgozásokkal és gyerekdalokkal lépett fel a Szalóki Ági trió, majd a főkép regi zenét játszó Ocsó Macsó adott fergeteges koncertet. A programot a 32 éve alakult KFT együttes zárta. Jelenleg a KFT zenekar és a közönsége nem igényli, hogy egy még nagyobb kört csináljunk, ahonnan válogatunk, hanem van nekünk most már 10-valahány nagy lemeznyi anyagunk, ami azt jelenti, hogy 12-13 órás anyagunk van. A koncerten hallhatta a közönség a nagy slágereket, többek között az Afrikát, a Bál az operában, vagy az Elizabeth című dalt is. A Magyar Dal napját Presser Gábor kezdeményezésére 2008 óta ünnepeljük. A rendezvényt azzal a szándékkal hívták életre, hogy teret kapjon az igényes magyar élőzene. 2013-ban a fővárosi helyszínek mellett 10 vidéki és egy határon túli település csatlakozott a programhoz. A Magyar Dal fővárosa címet idén Békés Csaba nyerte el.